Eredményesnek nevezte a Nyíregyházi Egyetem a 2017-es felvételit az intézménybe, 1139 első éves hallgató került be. Az egyetem stratégiájával és regionális szerepvállalásával összhangban az előző évekhez képest növelni tudta hallgatói létszámát. Az újonnan meghirdetett óvoda pedagógus képzéssel együtt a legnagyobb létszámnövekedés a pedagógus képzésben lesz. Mintegy 14,5%-kal voltak népszerűbbek a tanári szakok. Sokan választották és nyertek felvételt programtervező, informatikus szakra, gazdálkodási és menedzsment, valamint sport és rekreációs alapszakra. Augusztus 1-től a Nyíregyházi Egyetemnek új rektora van, dr. Figula Erika, akit kérdezünk a szeptemberi felsőoktatási tanévről, és gratulálunk a kinevezéséhez. Jó estét kívánok! Kezdjük a ponthatárokkal, hiszen a múlt hét közepén volt egy izgalmas estéjük azoknak, akik felsőoktatási intézményben jelentkeztek, kiderültek a ponthatárok, és bejutottak a hallgatók a felsőoktatási intézményekbe. Ahogyan én mondtam, egyfajta létszámnövekedés volt itt most a Nyíregyházi Egyetemen, ez minek köszönhető? Hát valóban létszámemelkedés következett be, főleg a pedagógus képzési területen. Osztatlan tanárszakra 21%-kal több hallgató jelentkezett, úgyhogy egy picit lehet, hogy a kampányunk is szerepet játszott ebbe, illetve az életpálya modell bevezetése kapcsán valószínűleg a fiatalok biztosabbnak látják a jövőjüket, akár tanárként is, és elképzelhető, hogy emiatt emelkedett a jelentkezési kedve az osztatlan tanárszakunkra. A felsőoktatási intézményben egyébként cél is volt az, hogy a régi tanárképzésnek a presztízsét visszahozzák, illetve ugye volt egy olyan szakmai stratégiai program, a fokozatváltás a felsőoktatásban elnevezésű program, amiben a Nyíregyházi Egyetemen éppen a pedagógus képzést szerették volna megerősíteni. Ez fontos regionális szerepkör is, vagy minek köszönhető az, hogy most ez a fajta változtatás, illetve szerkezet átalakítás úgy leszik, hogy meghozta a gyümölcsét is? Hát ez egy stratégiai pont a tanárképzés fejlesztése országos szinten is, hiszen jóval kevesebben jelentkeztek az utóbbi időben a fiatalok közül a tanári pályára. A Nyíregyházi Egyetemnek mindig is korábban a jogelőd Bessenyei György tanárképző főiskolának, ugye ez volt a profilja, a tanárképzés, pedagógus képzés, és valóban a szívünk csücske a pedagógus képzés, és szeretnénk, hogyha ezen a területen is meg tudnánk erősödni. Most ebben az évben indul először az óvoda pedagógus szak, korábban volt már nálunk, de hosszú éveken keresztül nem. Nagyon-nagyon sok volt a jelentkező, úgyhogy tulajdonképpen 128 fő óvoda pedagógust tudtunk fölvenni nappali, illetve levelező tagozatra, úgyhogy ezzel a pedagógikum teljes vertikuma megtalálható a Nyíregyházi Egyetemen, ezzel nem sok egyetem büszkélkedhet. Vannak olyan statisztikák, amelyek leírják azt, hogy az országban a következő 5-10 évben mennyi pedagógusa lesz kevesebb, és ugye látszanak azok a számok is, hogy az országban a felsőoktatási intézményekben hányan jelentkeznek, vagy hányan tanulnak pedagógusnak, vagy készülnek pedagógusnak. Ez a két szám még nagyon messze áll egymással, lehet azt mondani, hogy hiányterület, vagy hiány szakok is lesznek, hiány szakmák is lesznek. Ugye azt a médiából is sokszor lehet hallani, hogy a természettudományos tárgyakra jóval kevesebben jelentkeznek, de egy érdekes jelentés szerint, vagy nekem legalábbis érdekes volt, hogy például jelen pillanatban nem csak a természettudományos tárgyak tartoznak a hiányszakok közé, hanem például a hon- és népismerettanár, vagy például technikatanár. Alig van az országban, végül is nekünk sincs technika tanár képzésünk, sok egyetemnek nincs, tehát valószínűleg ebből következik, de azért nem indítjuk, mert nem volt rá jelentkező korábbi években. Vannak olyan teljesen új szakok, akár az alapképzésben, akár a mesterképzésben, amit most 2011. szeptemberétől elindít a Nyíregyházi Egyetem. Hát az óvodapedagógia, amiről már beszéltünk, illetve új szakunk a közösségszervezés, ami a régi andragógia szakot váltja föl.
Egyébként erre is többen jelentkeztek, tehát nagy létszámú csoporttal, 46 fővel tudjuk beindítani a közösségszervezést, úgyhogy bízunk abban, hogy ez is egy felfelé futó szakunk lesz, illetve folyamatban van már szenátus döntés után a szociálpedagógia mesterszakunk, amivel úgy gondolom, hogy a szociális területen dolgozókat tudjuk megcélozni, hiszen ez egy teljesen új szak az országban is, és ezzel a szociálpedagógusok olyan szinten képezhetik tovább, hogy a munkaerőpiacon hatékonyabban tudnak majd dolgozni, illetve elhelyezkedni. Hogyha már említi rektor asszony a munkaerőpiacot, akkor igazából az elmúlt években azok a változtatások, amelyek a felsőoktatási intézményeket érintették, és a képzési kínálatukat alakították át, vagy szélesítették, azt célozták, hogy a munkaerőpiacon több szakember legyen, tehát hiány szakmában kell, vagy kellett képezni az egyetemeken, főiskolákon, és itt most az informatika, vagy a mérnök képzés, vagy az informatikának különböző szakterület ismételten előtérbe kerülnek, úgy, ahogy egy pár évvel ezelőtt elindították a duális képzést is. Ezeknek milyen hasznát látják már most, mik a tapasztalatok? Tehát ugye nálunk 2015-ben beindult a műszaki területen, 2016-ban a gazdaságtudományi területen a duális képzés. Ezt sikeresnek tekintjük, hiszen a hallgatók már a tanulmányaik alapján olyan szakmai tapasztalatra tesznek szert, hogy akár ott, ahol a képzést csinálják, ott is el tudnak helyezkedni, illetve hát bármelyik más cégnél, hiszen nem szakmai tapasztalat hiány jelentkeznek. A programtervező informatikus az ugye egy hiány szakmának tekinthető, sok a jelentkezés, tehát mi is úgy tudjuk ezt most elkönyvelni, hogy egy felfelé futó szak, sok jelenkezővel, és örülünk, hogy sok hallgatóval tudjuk mi is indítani. És az egész szakmai terület is felfelé futó, hiszen informatikusból, illetve mérnökből még mindig ebben a régióban nagyon hiányzik a munkaerő. Hogyha visszakanyarodunk oda, hogy duális képzés, akkor meg kell említeni azt is, hogy van egy olyan képzési terület, ami itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, azt kell mondani, hogy igazán jól teljesít, mert hogy az agrárképzésekre országos szinten is egyre kevesebben jelentkeznek. Most az idén hogyan alakultak a jelentkezések, illetve a bejutások, hiszen látjuk a pontokat már. Én azt gondolom, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Valószínűleg azért, hogy Szabolcs megyében vagyunk, és azért itt a mezőgazdaság az emberek megélhetése szempontjából is egy kiemelt terület. Nappali tagozaton az agrárszakjaink közül egyet tudunk indítani, a mezőgazdasági mérnök alapszakot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakot azt nem, de levelező tagozaton mind a kettőt tudjuk egy jó létszámmal indítani. Ez lesz tehát a képzési kínálat a következő évben, és nem csak a 2018-asra vonatkozik ez, hanem a későbbiekre is, és hát bővülhet a paletta, mert hogy az intézmény fejlesztési tervben az szerepel, hogy új szakokat szeretnének bevezetni, és akkor egy picit önre is rátérünk, hiszen tudjuk azt, hogy az előző rektor jelöltséget is vállalta, és most is vállalta a rektor jelöltséget, és ön lett a Nyíregyházi Egyetem rektora. Mi szerepel az ön programjában, az ön pályázatában, és milyen lesz a következő években a Nyíregyházi Egyetem intézmény fejlesztése? Tehát nekem az alapvető, a programom alapvető eleme, hogy az alkalmazott tudományok egyetemes státuszának megfeleljünk. Az intézmény autonómiát tudjuk biztosítani, ehhez szükséges változtatásokat meg kell tennünk, ilyen például az akadémiai szervezet átalakítása, új szakoknak az indítása, hallgatók erőteljesebb toborozása, a lemorzsolódás csökkentése. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok teendő van a Nyíregyházi Egyetemen. Nem gondolnám, hogy nagyobb problémák lennének, mint bármelyik más egyetemen. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Egyetem egy
egy nagy múltú intézmény, és a hagyományoknak, az elődeink által bevezetett jó dolgoknak a megőrzése és ezeknek a fejlesztése nagyon fontos. Fontos, hogy a képzési kínálatunkat mindig átvizsgáljuk, és a piaci igényeknek feleltessük meg. Én egy hézagpótló, vagy egy hézagpótló dolognak tartanám, hogy a szakirányú továbbképzések tekintetében a cégek, a vállalatok felé induljunk el, rövid ciklusú képzések keretében a cégek igényeinek megfelelően új képzéseket, új tanfolyamokat indítsunk. Illetve nekem alapvető koncepcióm az, hogy a Nyíregyházi Egyetem nem működhet elszigetelten a városban, a megyében. Büszkének kell lennünk, hogy Nyíregyházán van egy felsőoktatási intézmény. A Nyíregyházi Egyetem mindenképpen szeretne bekapcsolódni különböző programokkal, kulturális, szakmai programokkal a város életébe, és a Nyíregyházi Egyetem, én úgy gondolom a vezetésem alatt, a Nyíregyháza város szerves része kíván lenni, illetve fog válni. Köszönjük szépen, rektor asszony! Köszönöm!